Sziasztok! Hozzak innen mindenkit Kenepesről. Látom, hogy ezt még sosem mutattam meg, pedig ezek a sziklák, ezek már vége óta itt vannak. És még köze is van a vasúthoz, bármennyire hihetetlen is. Ugyanis ez még a évnek adnak a korszakából keletkezett, mikor még nem volt villamosítva. Tehát ezek a sziklák, ezek a hévmozdonynak a kiürített csalakmaradványaiból keletkeztek. És itt van egy emléktábla az egyik sziklán, amihez rendesen el is van írva, hogy 1886-ban épült meg Cinkota között a gőzvasút. Aztán már ugye 88 a menetrend szerint közlekedik, és 1900-ban ért el ide Kenepesig. És 1917-től, csak már nehezen olvasható, akkor épült ki Gödöllőig. És eredetileg a keleti pályaudvartól járt. 1970-ig a keleti pályaudvar volt a végállomása. És itt írja is a Kenepesi Sziklás Hegység, a 19. század felé épített gőzvasút kiürített csalakmaradványai. És hát ezeket a sziklákat látjuk itt. Nézzünk errefele, itt is vannak még sziklák. Nem igazán ismert, de igazából ez egy vasúti emlékhely. Még ha nem is nagyon reklámozzák, mert kevesen is tudnak róla. Hát igen, ennyi szemetet ne haigáltak volna ide. Köszönöm, ez a Kenepesi sziklakert. És hát akkor ez a kis rövid bemutató videó az ennyi lett volna. Itt van a Kenepesi sziklakert. Ként a Kenepesi hévállomás az arra fele van, és Gödöllő fele kell sétálni egy olyan kb. 50 métert, és itt megtaláljátok itt a hármas út mentén. Hát köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek, ez tényleg csak egy ilyen kis rövid ismeretterjesztő volt. Sziasztok!